Nincs. Idejem, hogy neki kezdjünk az ebédnek. Mi lesz ma? Ma tofu mártás lesz zsemlegombóccal. Ez egy németes recept, és mi teljes őrlésű búza kenyérből csináljuk. Ezt a kenyeret itten sütik Mezőménesbe, az egészségközpontba, és egy jó pár év tapasztalatnak az eredménye, nagyon finom, és nincsen benne semmiféle adagolék, meg, hanem tisztán csak víz, só és élesztő. Abszolút semmi egyéb nincs benne. Legelőször meglocsolom a kenyeret. Mivel ez egy ilyen meg? Zöldséglé, de vitóvegetával csináltam. És vízbe tettem? Vízbe, igen. Felforraltam a vizet, és akkor ezt beletettem. És akkor ezt is szépen rálocsolom. Hagymát, paprikát, amire szükségünk van a tofu mártáshoz, előre ledinszteltem, és mostan a tofut fogom fölvágni. A dinsztelés természetesen vízben. Igen, igen, csak vízben oldom meg mindig a dinsztelést. Nem régóta csinálom, ezt körülbelül egy éve. És addig olívaolajban? Igen, vegyítettem az olajat vízzel. És akkor mostan megvágom a tofut. De előbb oda teszem, hogy melegedjen össze a hagyma, paprika, mert én előre megdinszteltem, de most össze kell melegedjen. Mennyit kell tartani a zsemléken ezt a nedvet? Hát befejezzük a tofu mártást, és akkor aztán csináljuk a zsemlét. Nagyon 15-20 perc. Így. Még egy kis szójaitalt töltök hozzá. Evel is lehet dinsztelni a hagymát, paprikát. Nagyon jó ízet ad, mert a szójaitalban van egy kis zsírtartalom. Így körülbelül ilyen szélesre vágom. Most így kettőbe vágunk. És ilyen kis téglalapocskákat vágunk. Még egy kis teje, szója. Italt tettek hozzá. Kicsit idegenkedem ettől a tofutól, valahogy nem tudom megszokni. Viszont amikor már kész van és benne van az ételben, igen, akkor abszolút rendben van. Igen. Még van egyfajta tofu, kerek, mint az olvasztott sajt. Majd esetleg egyszer azt kell megpróbáljad, hogy lássad, hogy avval, hogy boldogulsz. Most bele fogom tenni a tofut a paprikához. Így. Mi a következő lépés? A következő lépés, amíg az egy kicsit összefő, elkészítem a gombócot, és akkor úgy hagyom egy kicsit állni. Kis magyaróvajat teszek hozzá, ez nagyon jó ízet ad a dinsztelt hagymának, de nem használom mindenhez, mert az állagát és a színét változtatja. És most ezt ide teszem. Így, akkor a
lisztet hozzáteszem. Milyen lisztet szoktál használni? Teljes őrlésű liszt. Most össze dolgozom. Közben kell vizet adni hozzá. Meg lehet, hogy fog kelleni egy kis víz. Lássuk, ezt a tejet hozzáteszem. Ezt a kis szójaitalt. Látod, hogy mennyire bennem van? A tej. Mindig tejnek nevezem, mert megszoktam. 93-ba álltam át teljesen. 93 óta soha nem érezted azt, hogy egy kis hús is jól jönne? Hát én mindig a kövér húst szerettem. És miután megértettem, hogy az mennyire ártalmas nekem, volt, hogy éreztem a sült húsnak az illatát, és az egy olyan ismert illat volt, és éreztem az ízet a számba. De úgy, hogy menjek és vegyek, vagy egyem, az nem jött. És amikor elmentél mondjuk társaságba, ahol húst ettek, akkor te ilyenkor mit csináltál be? Még akkor sem jött az a kísértés, hogy nagyon, csak épp egy kicsit. Mostan nem olyan nagy probléma, legalábbis mióta én kint élek Németországban, mert azóta álltam át. Respektálják az embernek az életmódját. Ha azt mondom, hogy 100%-os vegetáriánus vagyok, ha meg vagyok hívva valahova, akkor arra igényt tartanak, és úgy. Vagy akkor mindig találok, amit enni. Eszek egy salátát, van mindig, amit enni, nincs probléma. Fejezzük be a tofumártást. Belereszelek egy kis fokhagymát. Most ízesítjük, és a tejfölt tesszük bele. A fokhagyma nagyon fontos, a vegetáriánus étrendben a legfontosabb fűszer. Miért? Mert evel lehet jól fűszerezni, jó ízű, és ha csípősséget akarunk, megadjuk a fokhagymával, és amúgy is egy nagyon jó aroma, és egészséges is. Nekem a fokhagyma az elmaradhatatlan, minden nap használom. Így mostan beleteszem a maradék szója szózt, az ázsiaiak használják, ez tőlük jön. És egy kis piros paprikát, ez a magyar konyháról jön. Na, és akkor most beletesszük a nem aktív élesztő. Ez mindig fontos tudni. Mi a feladata ennek az élesztőpehelynek? A jó ízet adja meg az ételnek. Egy kitűnő ízesítő. Nagyon keveset sűrít is az ételen, de az jelentéktelen. Mit teszel most bele? Mostan a szójakrémet teszem bele. Hagyományosan tejfölt tennénk. De így ez kitűnő, hogy mégis egészségesen is lehet enni, és mégis a hagyományos ízek megmaradnak. Ha is, egy kis különbséggel, de az ember rászokik, és akkor pont úgy, mint a kifejezések, pont úgy az íz is utána szokik is. Úgy. Vendégeket szoktál hívni? Ha valakit nem ismerek olyan jól, akkor nem várom meg, hogy ő vendégségbe hívjon, hanem én hívom meg hamarabb, és sosem mondom meg, hogy mit főzök, és mivel főzök. Hanem szépen megfőzöm, szépen feltállalom, és figyelem a reakciót. És hogyha pozitív a reakció, és hát ez micsoda, hát mivel csináltad, hogy főzted? Mondom, ízlik? Igen, nagyon ízlik. Na jó, akkor megmondom. És akkor elmesélem neki, hogy mi és hogy. Eleinte azt a hibát követtem el, hogy jöttek a vendégek, és akkor mondtam, jaj, bocsássatok meg, de csak ez van, és csak az van, és akkor a vendégek húzták az órukat. Gondoltam magamban, megállj. Taktikát változtatok. Kis petrezselyemmel megszorom még. Ide megy jó sok petrezselye. És akkor kész van a mártás. Mi lesz a következő lépés? A következő lépés, megcsináljuk a gombócokat. Ha akarsz, te is segíthetsz.
és akkor így veszek egy jó kanállal. Megmutatom, hogy jó. Szoktam csinálni. És akkor egy kicsit megvizesítem a kezem. És össze kell jól nyomni. És akkor formáljuk a gombócot. Ennyit így? Igen, ilyesmi, ilyen barack nagyságú kell legyen. Össze kell jól nyomni, hogy ne essen majd szét a fővésnél, mert nincs tojás benne, tudod? Értem. Ne felejtsd el soha, hogy reggel a napot mindig gyümölccsel kezdjed. Egyél jó sok gyümölcsöt. Ezt oda is teszem, hogy főjön, mert gondolom, hogy kétszer kell oda tegyük. Félek, hogy nem tudom rendesen összenyomni. Jól van. Na lássuk, lesz belőle valami. A kenyereim. Ezek biztos, hogy az én gombócaim főttek szél. Ez az Erzsike néni gombóca, és ez az én művem. Ne bussolj. Én azt hiszem, hogy el is, vagyis tulajdonképpen távozhatnék is ebből a konyhából. Van egy ötletem. Igen? Persze. Egy kicsit hagyjuk kihűlni, és akkor összenyomjuk a gombócokat. És megint gombóc lesz belőle. Sok párolt zöldséget használok, mivel hogy ebbe az ételbe kevés a zöldség, akkor párolt zöldséget használok hozzá. Ez a kis titokzatos edényke, rózsa edényke, mire jó? Ebbe párolni lehet. Bocsánat. Így. Megpróbálod abban a kis rózsa edényben megmenteni a gombócokat? Pontosan azt csinálom. Aki mondjuk ilyen ügyetlen a konyhában, mint én, az csinálja így. És aki ügyes, mint Erzsike néni, az nyugodtan vállalja be a vizes dolgot. Nem mondanám így, hanem azt mondanám, hogy aki elővigyázatos, az csinálja így. És akkor biztosan sikerül. Meg aki biztosra akar menni, az tesz adalékot bele, tesz bele búza sikért. Ez a búzának a finom sikérje, ami ki van mosva, és aztán megdarálva, és az összetartja, annak jó tartó ereje van. De viszont az egészségre nem olyan jó, és azért én akartam azt a mellőzni. Igen. Na kincső, ne veszítsd el a bátorságot. Meg lehet menteni a konyhán mindent. Kicsit megmosom a kezem, és kiszedjük a többit. Minden esetre a gőzbe jól sikerültek a gombócok. Köszönöm. Gyere, nézd meg. Nézd meg, milyen szépek, látod? Ó, de hát akkor nem is érdemes ebben a kínlódni vízben, hanem egyszerűen ezt kellene használjuk. Igen. És akkor biztosan sikerül. Mondhatok olyasmit, hogy ezek a gombócok egyfajta fasírtot helyettesítenek? Elméletben, vagy nem? Semmi köze ehhez? Nem, fasírthoz nincs köze, hanem inkább körítés. Így. És most kitesszük a tofu mártást. Azt hiszem, hogy már nagyon éhes vagyok. Igen. Na, nem baj. Most aztán fogunk enni. Még csak a paradicsom salátát kell hamar megcsináljuk. Közös erővel, jó? Ezeket a gombócokat szépen helyezni. Rá. Te szabad bele helyezzed. Én? Igen. Azért, hogy ne féljél tőlük. Ja. És így? Igen. Szépen bele helyezed. Kicsit tegyem jobban egymás mellé? Nem muszáj. Nem muszáj az összest beletegyük.
Annyit teszünk, amennyi belefér. Mivel fogjuk egy kicsit kidíszíteni? Evel. És akkor petrezsán. Kicskos, szezámmagos. Csak a gombócukra. Csak a gombócukra. Igen. Oda még egy kicsit terhetsz. Szüke van. Jó ízet ad neki. És most egy kis zöld, de csak éppen egy a tetejére. Nem menj nekem. Ragad, nem, nem úgy ragad menj, mint Erzsike néninek. Látod, a gombocok is, hogy sikerültek. De megjavítjuk. Aztán órákat tudnék ezzel itt eltölteni. Hát persze, ez az eleje, tudod? Így megy ez. Először, mikor valamit csinálunk, akkor nincs kézügyesség, de ez kialakul. Nem baj igaz, hogyha egy kicsit oda le is ment. Persze, nem szállít. Na így. Na jó. És mit csinálunk ezzel ezt a zöldséggel? Ezt át akarom tenni a kis tálba, mert ez igen nagy, nem mutatós. És akkor... És ezt fogyaszthatjuk? Igen, a tofu mártáshoz. Így, picit megszórjuk föl, petrezsán. És elkészült a tofumártás zsemlegombóccal és párolt zöldséggel. Jó étvágyat kívánunk! Ehhez megy a paradicsomsaláta olívaabogyóval, de olyan éhesek vagyunk, hogy senkinek nincs türelme kivárni, úgyhogy jó étvágyat hozzá lehet gondolni, vagy csinálni majd.